Kovács Penge, ti alvasat sűrűen kopogtatja, oda-haza a babámat más legény csalogatja, ne csalogasd a babámat, azt a kutya betyár mindenedet, se jobb is volna, a kis angyalomkal jöjj közt pihenni. Már mostan az az igazság, hogy ez a Kovács szakma is már annyira kihalófélben van, már most beindult ez a nagyüzemi kovácsolás, már ez a szabadkézi kovácsolás nem is nagyon folyik, hát már most ló se nagyon van, az az igazság. És hát már most ilyen kisiparos kovács már meg se tudna élni a mai világban a kovács szakmából. Hát már mostan ezek a sorozott gyártások beindultak a kovács szakmába is, a fogó készítéstől kezdve minden ilyen szerszámok már most nagyüzemi módon állják elő, és könnyebb is, meg jobb a kivisele, vagy a kihordás ideje is, meg aztán hát az előállítása is finomabban történik, mint a szabadkézi kovácsolással. Hát ez a lópatkólás, ez még mindig marad az eredeti régi ezer éves hagyományon, mert azt még nem tudták gépesíteni. Azok a kovácsok, ezek olyanok voltak, ezek egy békés emberek voltak, már azért is, hogy a fizikai erőjük is azért valamivel nagyobb volt, mert állandóan azt a nehéz vasat, nehéz karapácsot évtizedeken keresztül emelgetni, és azt a kemény vasat ütni, verni, hogy valami formája legyen abból a vasból, amit elkezd formálni. Az nagyon nagy fizikai erőt igényelt, mert nincs mese, ezt lehet látni a felépítésén az embernek. Izmos, kemény izmok volt a kovácsoknak, és szívósak voltak, mint a tengeri szivacs, nem mint ez a műanyag, amit itt előállítanak a műanyaggyárba. Meglátni szava szemmel, aki éveken keresztül azt csinálja, a kovács munkát, kovács mesterséget. Kaszát úgy kell használni mindig, hogy nagyon oda kell figyelni, mert az veszélyes a kasz. Ha jó kaszának, jó acélosnak kell lenni. Mert ha nem acélos, akkor nem ér semmit se, hogy a verés rajta, vagy a felés. Volt olyan asszony, nem is egyszer, nem kettőt ismertem, hogy a férje van beteges volt. Nem bírta a kaszát. Úgyhogy a felesége kaszált, ő megszedte a markot, megkötött. Úgyhogy volt ilyen, nem is egy asszó volt ilyen nálunk. Különböző levágta, mint egy ember, úgy kaszáltak. Hát én játszok kaszáltam, azt lehet mondani. Mert aki nem szereti a kaszát, az nem is tud kaszálni, én szerintem. Amelyiken legcsengésebb volt, legélesebb hangú. Mindig az volt a legjobb kasza. Nem úgy szólt, mint a kolomb, hanem mint a szép csengé. Úgy szólt, az volt mindig a legjobb kasza. Nyugodtan, szépen, alulról kezdjük a fenést. Minden merésebben húzzuk, így, de felölt a kinyítsuk. Ez azért van, amit ide felhúz az ember, és hogyha emit csinálnák, az összes érint. Elfenni. Tehát innen csak húzom, innen húzom előtt. És így menjünk dolgatokat vele élni.
Maga a kiállítás ugye úgy indult, hogy az asszony sorsnak a leglényege a szülés, a gyermek, tehát a megörökítés a családnak, és így egy sarkot éppen itt ülünk a közepében ennek a kis életképnek, ahol bölcsőben van a gyermek, és a szülő anyának egy szépen elkészített ágyban van a helye. Mondanom se kell, hogy megdöbbentő, hogy ugye a bölcsőt is elkészítették, és úgy készítették el, hogy generációról generációra ökölték. Tehát a nagyapa is abba ringott, a nagyapát is abba ringatták, majd az apát is, és az unokát is. Tehát egy ilyen generációs tárgy volt a bölcső, de addig nem került a gyerek bele, amíg meg nem keresztelték, illetve amíg az anya feküdt. Mert a gyereket védeni kellett, részint ugye a materiális környezettől, legyektől és így tovább, részint pedig a hitvilágnak a környezetétől. Ezt a gondolatot úgy csináltuk tovább, hogy a női munkának minden mozzanatát felvonultatuk. Felvonultatuk ugye az olvasást, illetve az időtöltést, majd pedig a varrást, és a hátulsó traktus pedig a konyha, ahol az asszony otthon érezte magát. Hihetetlen, minden perc beoltozta az asszonynak. Amikor nem volt más, akkor elő kellett venni a kendert, annak a munkáját megcsinálni, ugye, a kender neveléstől, a kender nyövéstől, áztatástól, és így tovább. Végig egészen még el nem készül a vászon. Ugye az volt az igazi férhez adandó lány, vagy férhez menendő lány, aki a kelengyét el tudta készíteni. Aki nem tudott kelengyét ilyet felmutatni, meg aki nem tudott kenyeret sütni, az nem volt még férhez adó. Nem volt arra sem alkalmas, sem pedig kapós nem volt, hogy elvigyék a háztól asszonynak.